Köszöntjük valamennyiüket, ez a Képtár, a Dél-Dunántúli Régió közéleti és kulturális magazin műsora. Tartsanak velünk! A faszénégetőktől egészen a Tusnádfürdői katolikus templom egyedi stílusáig Erdély minden részét bemutatja Vuncs István kiállítása. A 31 képen tájak és emberi sorsok mesélnek Székelyföldről és az ottani életről. A 45 év munkáiból nyílt tárlat egészen november végéig látható a Somogy megyei kormányhivatal galériájában. 83 és 85 között épült. Ennek az a különlegessége, hogy népi motivumokkal, népi dolgokkal van berendezve, semmi a korábbi katolikus templomokra jellemző díszítés vagy díszítő elem nincsen. Ezt a képet még 2011-ben készítette Vuncs István egy Tusnádfürdői útja során. A fotós immár 60 éve ragadt fényképezőgépet, hogy megörökítsen egy-egy pillanatot. 1958-tól fotózok, az akkori általános iskolás osztályfőnökön tanított megfotózni, és hát tulajdonképpen mindenhol elkísért a fotó, szakmába, autószerelő szakmába végeztem, mester autószerelő. A cégnél, ahol dolgoztam, a Volánnál ott is fotóztam, aztán fotóztam, mikor katona voltam, azután a Somogyi Fotóklubnak lettem a tagja, de amatőrfilmeztem is folyamatosan, több munkánk nyert különböző helyeken vetítési jogot, meg helyezést is. Bár sok témában készített képeket az elmúlt 6 évtized alatt, szívéhez mégis az erdélyi tájak fotózása áll a legközelebb. A Somogy megyei kormányhivatal galériájában nyílt tárlaton ezúttal 31 fotó mutatja be a vidéket, a településeket és az ott élő embereket. Tulajdonképpen Nagyváradtól Brasson keresztül Déváig sok felé jártam, de elsősorban a Csíki és a Háromszéki medence az, ami, ahol hát úgy mondhatom, hogy otthon vagyok, ott vannak barátaim. Hát ezek az utolsó ebben évben készült, és visszafele 20 éven keresztül, és van kettő darab, ami 1973-ban készült, a Gyilkostó és a környéke tulajdonképpen, az 73-as színes diából készült most az elektronikus úton. A tárlat legrégebbi fotója ez az 1973-ban készített kép, amely a Szerpentin nevet kapta, s a Békásszorosnál készítette Vuncs István. Az alkotó számos alkalommal látogatott már el Erdély különböző részeire, ahol nem csak új embereket ismert meg, hanem sok élménnyel is gazdagodott. Fotóin pedig nem csak a tájak, hanem az emberi sorsok is megelevenednek. Szép az erdélyi táj, sok mindenben talán ilyen szempontból előrébb járnak, legalábbis hozzánk képest. Jobban törődnek egymással és a tájjal, mint ahogy itt a városban mi. A kiállításon Hegedűs György, a Somogyi Fotóklub elnöke kiemelte, az alkotó fotói híven tükrözik Erdély szépségeit. Ez a képanyag is láthatja azt, hogy Vuncs István értő, technikailag, szakmailag is érett fotósként meglátta a mondanivalót a hatalmas erdélyi táj Székelyföld szépségeiben. De jó ízelítőt kapunk nem csak a tájak szépségéből, hanem a világörökségi részét képező Segesvár gyönyörű városképéből. A válogatott fotókból nyílt kiállítás november 29-ig látható a Somogy megyei kormányhivatal galériájában. Verdi egyik legszebb operáját, mely inkább egy egész estés mise kompozíció, a Requiemet mutatták be halottak napja előtt Pécsen, a Kodály Központban. A koncerten a Pannon filharmonikusok szolgáltatták a zenét, míg a Magyar Állami Operaház kórusa énekelt. A művészek az olasz zeneszerző művével tisztelegtek az elhunytak előtt. Giuseppe Verdi Requiem című műve csendült fel a Kodály Központban október 31-én. A Pannon filharmonikusok tagjai ezzel a több mint egy órás koncerttel tisztelegtek az elhunytak előtt.
A Requiemek sorában egészen különleges helyet foglal az Erdőnek a Requiemje, hiszen hogyha a Requiemre gondolunk, akkor egyházzenére gondolunk, egy nagyon szigorú, kötött, struktúrájú zenemű a Requiem minden esetben. Ugyanakkor, hogyha a Verdi Requiemjét meghallgatja valaki, akkor már-már egy operaházi szituációban találja magát, és ez adja ennek a műnek a különlegességét, hogy Verdi az egyik legnagyobb opera szerzője a zeneirodalomnak, az egyetemes zenetörténetnek, és bár minden műfaji kötelmet betart, és követi a liturgia rendjét ennek a műnek a megírása során, mégis ugyanazokat az eszközelemeket használja, mint a nagy romantikus operákban teszi. Ez nagyon zavarbejtő, ugyanakkor biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a Requiemek sorában a legközkedveltebb, a legismertebb művé vált, és valóban nem csak azokat segíti hozzá ez a mű a halottak naphelyához kötően az emlékezéshez, akiknek valóban halottjuk van, és valóban ezt az ünnepkört akarják megélni, hanem mintha úgy tetszik, primér módon zenei anyag, zenemű és rendkívül impulzív. Valóban arról beszélünk, hogy egy nagyon gyakran játszott mű, és ha úgy tetszik, egy repertoár darab, bár aki a komoly zenéhez igazán közel van, az pontosan tudja, hogy egy nagyon magas minőségű előadás esetén soha nem lehet arra hagyatkozni, hogy a zenekar már játszotta, hanem mindig újra meg újra a mélyére kell hatolni, és ki kell bontani, és csiszolni kell ezt a zenei anyagot. Rendkívül sok olyan szituáció van benne, ami nagyon-nagyon kényes, akár csak ha azt megemlítem, hogy vannak van egy külső zenekar azon kívül, akik a színpadon vannak, azok a karzaton helyezkednek el, és azoknak az időbeli egyezése a színpadon lévők, és sok-sok egyéb ilyen kis apró szakmai titok van a dolog mögött. No, szóval ez mindig egy nagyon komoly próbaperiódust igényel, így volt ez ma is, kiváló kollégákkal, partnerekkel. Hiszen a filharmonikusok mellett színpadra állt a Magyar Állami Operaház énekkara is. Kórusból kiemelten 4 szólista is életre keltette a művet, így komoly felkészülést igényelt ez az egész estés mise kompozíció. Minden egy kihívás, de ez olyan mégiscsak, mint amikor az NB1-es csapat egyszer csak a Fradi ellen vagy, tehát ez mindennapi kenyerünk. És hogy ezzel a szép szóval éljek, tehát nekem eleve is profilom, és nagyon szeretem, amikor kórus, énekkar, szólisták és nagy kórus van. Ugye az opera világából is ismert, és tudják, hogy azért elég aktívan jelen vagyok az opera világában. És ez Verdi egyik fantasztikus műve, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy eljátszhatjuk. Minden érik az emberrel, ugye, hogy 2-3 évente ez a mű előkerül, egy sokkal érettebb Verdit tudok megformálni belőle, de ez mindennel így van. És szerencsések vagyunk, hogy nem sportolók vagyunk, ugye előbb a sport példával éltem, akik kicsit kiöregednek már a fizikájukkal, viszont mi csak belejövünk egyre jobban ebbe a szakmába, ebbe a csodálatos kihívásba, hogy zenélhetünk a közönségnek. A Verdi Requiemje egy nagyon emblematikus mű, és mikor, hanem a halottak napja közelében játsszuk ezt a halotti misét, teljesen a latin klasszikus szövegre épül, mise szövegre, viszont teljesen, mint egy opera lenne. És ezáltal egy csoda ismét ma este itt a Kodály Központban. Pannon Filharmonikus zenekarral és az Operaház kórusával, 4 fantasztikus szólistával. Verdi egyébként családja és később 2 barátja halála után írta meg a Requiemet. Mára ez a zeneszerzők, zenészek eszközévé lett, hogy közönségükkel együtt elmélkedjenek életről, halálról. Balatonszemesen vízkár elhárítási gyakorlaton vettek részt a helyi, a Balaton szárszói és a Balaton öszödi önkéntes települési mentőcsoportok. A gyakorlatot a Siófoki Katasztrófavédelem kirendeltség szervezte. Célja, hogy az önkéntesek elsajátítsák az alapvető feladatokat egy esetlegesen bekövetkező vízkár esetén. Lezárás, megfogod, lehajtod ide az alsó két sarkához, így fölemeled. Igen.
És így magad felé hajtod, így kezdett. Nyúlgátat építenek a települési önkéntesek Balatonszemesen. A gyakorlat keretében megtanulják, hogyan kell megtölteni a homokzsákokat, majd abból, hogyan lehet megfelelő gátat építeni egy esetleges vízkár esetén. A legfőbb veszélyeztetettséget ugye a rendkívüli időjárási következmények során kialakuló helyi vízkárok jelentik, és nagyon fontos, hogy az érintett településeken legyen egy jól összeszokott önkéntes csapat, akik az elsődleges védekezési feladatokat el tudják végezni a településen addig, amíg a segítség nem érkezik a helyszínre. Az önkéntes csoportok éves szinten gyakorolják, hogy mik az elsődleges teendők egy esetleges vízkár esetén. Akkor legyen köztetek olyan, aki végig jól megtapossa. Ha lehet, akkor ne a leggizdább ember, jó? Tehát azért súly legyen, és nagyon meg kell taposni ahhoz, hogy igazodjon benne a homok. Az alezredes szerint a bajban nincs különbség a hivatásos vagy az önkéntes civil állomány tagjai között. Egy célért küzdünk, embertársaink életének, anyagi javainak védelme, illetve környezetünk védelme érdekében, és az önkéntesen jelenlévő állampolgárok ugyanolyan tetrekészek és elhivatottak egy védekezés során, és sokszor erejükön felül teljesítenek. A siófoki katasztrófavédelmi kirendeltséghez 3 járás 69 települése tartozik. A szakemberek szerint a gyakorlatok azért is fontosak, hogy az önkéntesek megismerjék egymást, és így egy bekövetkező kárelhárításban már összeszokottabban tudják megtenni a kezdeti lépéseket a további segítség megérkezéséig. Beszédtechnika, retorikai készség és önkifejezés. Többek között ezekre is megtanítja a gyerekeket Tamás Éva. A színművész gyógypedagógus szeptemberben indította el színkör elnevezésű foglalkozását. Cél, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színház világával és alapvető kommunikációs rutint szerezzenek. Interaktív és mozgásos játékok, vagy éppen helyzetgyakorlat. Többek között ilyen feladatok is várják a gyerekeket Tamás Éva foglalkozásain. A színkör a játéktár programjai között indult nemrég, Nórinak pedig már is van kedvenc gyakorlata. A kedvenc játékom egy szoborjáték, aminek az a lényege, hogy valaki beáll, mondjuk lefekszik, és akkor a többieknek hozzá kell igazodnia egy ilyen utcai szituációban, mondjuk. És azt is szeretem, amikor elkezdünk próbálni egy darabot, és hogy senki se tudja a szöveget, és ezen mindig nevetünk. A foglalkozás és Éva célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a színház világát. A játéktár nagyon sok mindent foglal magában, hiszen 0-tól 18 éves korig szeretünk foglalkozni a gyerekekkel, és aztán természetesen rajtuk keresztül a családokkal, hiszen akár a koncertjeinket nézzük, akár bármelyik más családi programunkat, senki nem unatkozik. A játéktár először piciknek indított foglalkozást, ugye lépegetős címen, ami a 0-tól 3 éves korig. Aztán most már 4 éve megy a Zeneóvink is, ami nagyon nagy sikerrel megy itt a Herkules műhelyben. És régóta dédelgetett vágy volt az, hogy színjátszó csoportot is létrehozzak. Ez nem egy első kezdeményezés, hiszen több mint 5 éve vezetek színjátszó csoportot általános iskolákban, illetve vannak felnőtt színjátszóim baranyai településeken. És szerettem volna már egy sajátot, egy olyan igazi játéktáros Tamás Évás színjátszókört létrehozni. Szeptemberben indult a játéktár színkör, ahova 8-13 éves korig várjuk a gyerekeket, lányokat, fiúkat egyaránt. Megpróbálom minél színesebbre alakítani ezeket a foglalkozásokat, a légzés és beszéd technikától elkezdve különböző koncentrációs feladatokig, egy kis figyelemfejlesztés, egy kis egymásra odafigyelés, különféle játékos gyakorlatokon keresztül, amiből láthattok is majd mindenképpen egy kis ízelítőt. Tehát elsősorban nem arról szól a foglalkozás, hogy színházi előadást hozzunk létre, hanem az, hogy megtanuljunk csapatban dolgozni, megtanuljunk egymásra figyelni, élvezzük a játékot, próbáljunk meg felszabadulni, próbáljuk meg magunkat kifejezni a legkülönfélébb módokon. Aztán idővel, amikor már ez a kis csapat itt kialakul és összeszokott, akkor természetesen tervünk az, hogy lesz egy pici színházi előadásunk, amit majd itt szépen hónapról hónapra bepróbálgatunk, és remélem, hogy a város rendezvényein, vagy akár a Zsolnai negyed rendezvényein majd elő is fogjuk adni.
Ez abban segíti a gyerekeket, hogy bátrabban tudjanak beszélni, hogy szebben tudják magukat kifejezni, hogy ne féljenek felállni egy feleletnél, vagy hogyha emberek előtt kell beszélni. Hiszen lássuk be, hogy azért az emberek 80%-a emberek közelébe fog majd dolgozni, szükségük lesz a kommunikációs képességükre, a szép tiszta beszédre, a határozott fellépésre, és inkább ebben próbálom én egy kicsit megtámogatni őket, vagy olyan eszközöket adni a kezükbe, amitől levetkőzik a gátlásaikat, bátrabbak lesznek, hangosabban beszélnek, és öröm lesz számukra az, hogy más emberek előtt megszólalnak, nem pedig félelem esetleg, vagy görcs. A gyerekek itt megtanulhatják kifejezni önmagukat, akár improvizációs feladatok, akár játékos gyakorlatok közben. A játéktár színkör vezetője minden hétfő délután várja az érdeklődő gyerekeket a Zsolnai negyed Herkules műhelyében egy 60 perces, jó hangulatú foglalkozásra. Harminc éve egy családi kezdeményezés hatására indult el egy somogyi településen, Szőlősgyörökön, Szent Márton napján az újból megszentelése és csapraverése. Ezen a napon nem csak a nagy hagyományokkal bíró borászatok, amelyekből 10 van a településen, hanem a kisebb bortermelők is megmutathatták új boraikat. Lovaskocsin huszárok kíséretében vitték a katolikus templomba a helyi szőlősgazdák új borát. Az itt élők 30 éve Márton napján tisztelegnek Szent Márton szobra és az új bor előtt. Ennek a 30. alkalomnak is nyilván egyfajta mondani valója az, hogy legyünk egy közösség. Tehát próbáljunk egy olyan közösséget alkotni, és ezek az emberek, akik most itt vannak, ezek tulajdonképpen mindenki a barátunk, a barátaink, illetve azok az emberek, akik egy pici érdeklődést mutatnak az iránt, hogy ezeknek a hagyományoknak az ápolása az mennyire fontos a mai világban. A Szent Márton napi felvonuláshoz már 3. alkalommal csatlakoznak a horvátországi testvértelepülés borászai is, így magyar kollégáikkal együtt kóstolhatták meg az idei új bort, amely a borászok szerint kiemelkedő lett. Hát az idei borok azért a Chardonnay, olasz Riesling, rajnai Riesling, nem beszélve az illatos fajtákról, az írsairól. A szavaz mellett ugye nagy területet foglal el most már a Zenit, ami ugye egy testes, kemény, jó kis bort lehet belőle készíteni. A jubileumi ünnepségen mindenkit új borral, pogácsával, kaláccsal vártak a gazdák, majd az este a különböző családi pincészetekben folytatódott borkóstolással és vacsorával. Hamupipőkét mindenki ismeri. Ő a bájos, szeretetre méltó fiatal lány, akinek gonosz mostoha nővérei jóvoltából nem a felhőtlen boldogság ragyogja be életét. A történetet a Pécsi Nemzeti Színház színpadán végopera formájában elevenítik meg. Hamupipőke történetét mindenki jól ismeri. A nehéz sorsú lány, akinek életét megkeseríti a két öntelt mostoha nővér. Ám végül mégis őt veszi feleségül a herceg. A Pécsi Nemzeti Színházban a gyerekek most komoly zenei köntösbe öltöztetve élvezhetik a jól megszokott történetet, hiszen a világ egyik legnagyobb zeneszerzőjének, Rossininek a Víg operáját elevenítik meg a színpadon. Ez az opera nagyon különleges abból a szempontból, hogy egy grandiózus kiállításról van szó, tehát maga a zene az tökéletesen elférne egy óriási nagy színpadon is. Mindez, hogy lekicsinyítjük egy kamara színpad méretre, és gyerekeknek is elérhetővé tesszük szerintem, ez pont a között egy jó megoldás, hogy ők is kapnak egy kis opera élményt, illetve a történetet is megsűrítve, tömörítve kaphatják meg. Az előadás annyiban tér el Rossini eredeti operájától, hogy le van rövidítve, és természetesen olyan elemeket is használnak, amivel élménydúsabbá tudják tenni a művet a gyerekek számára. Az egerek. Egereknek lenniük kell. Az eredeti operában nyilván nincsenek egerek, ez Disney találmánya. Ez itt egy nagyon-nagyon fontos mozgatóelem. Természetesen a történetből kihagyhatatlan szereplő a herceg, akit nem érdekel a két gonosz mostoha testvér, első pillantásra elrabolja szívét Hamupipőke. Bergovec Dávid alakítja ezt a szerepet, aki szerint ez az előadás valóban elvarázsolja a gyermekeket.
Nagyon szeretik. Egyébként én láttam a nézőtéről is, és bentről is éreztem már azt, hogy egyrészt az élőzene varázsa, másrészt pedig a szép díszlet és a látványos jelmezek, mint a mostoha lányoknak is a nagyon, nagyon tarka cifra jelmezei. Nagyon szeretik. Az én 2 éves kislányom is még májusban látta és végignézte. Az énekestől azt is megtudtuk, hogy nagyon szereti ezt a szerepet. Nem könnyű. Én azt mondom, hogy ez ugye egy húzott változat, tehát egy összehúzott változat a gyerekek részére, mert az azért egy jóval hosszabb és egy felnőtteknek szóló opera eredetileg, de viszont így ezáltal énekelhető. Énekelhető, nem annyira nagyon fárasztó, viszont így is kell vele dolgozni. A két mostaha nővér önteltségüket már-már viccesen formálják meg, ami bizony a gyerekeknek nagyon tetszik. Színes és fodros jelmezük, valamint nagy hajkoronájuk garantáltan mosolycsal a kicsik arcára. A pécsi előadást Méhes László rendezte, akivel Vermes Tíme, az egyik nővért alakító énekesnő, nagyon élvezte a próbaidőszakot. Eléggé rosszul hangzik ez a szerepkör. De valójában egyrészt végül megbocsált Hamupipőke, és tulajdonképpen ez egy erkölcsi tanulsága ennek a darabnak, hogyha a komoly vonulatát nézzük. Másrészt nagyon szeretem, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy Méhes Lacival egy fantasztikusan jó próbaidőszakot töltöttünk együtt. Azt mondom, hogy régen volt már ennyire kellemes, jó hangulatú, barátságos és izgalmas próbaidőszakon. Másrészt annyira a gyerekeknek szól ez az opera, hogy hát látszik, tehát eddig akárhányszor játszottuk, nem sokszor ugyan, de volt már többször gyerekközönség. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekli őket. Nem, hogy nem akarnak kimenni, hanem én azt hallottam visszaismerősöktől, hogy azt mondják, hogy hú, de hamar vége lett. Ami egy hatalmas dolog, és ezért csak gratulálni tudok Lacinak, mert azt gondolom, hogy a gyerekeket megfogni operával, ráadásul Rossinivel, hát ez nem kis feladat, és ez azt hiszem, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy nagyon jól sikerült. Az előadásban nem csak a gyerekek, de felnőttek is megtalálják a maguk szórakozását. Hisz aki már nem hisz a tündérmesékben, az egerek húzta tökhintóban, a jóságos varázslókban, és úgy általában a csodákban, az Rossini dallamaiban mégis átélheti azt a varázslatot, amit a mese, mint művészeti alkotás kínál. Ennyi volt már a képtár, legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk, viszontlátásra!